Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Vitatott minősítés, jön a tárgyalás. Sikertelen előkészítő ülés a kertvárosi gyilkosság ügyében. Gépipar és szakmák, pályaválasztási segítség a nyári szünetben a fiataloknak. Kezdődnek az egyetemi európai játékok. Rekordlétszámú PTS csapat. Latin, roma, popdallamok. Dániel Figergő a Sétatér Fesztiválon. Nem fogadta el az ügyészség javaslatát a kertvárosi gyilkossággal vádolt fiatal férfi az előkészítő ülésen a pécsi törvényszéken kedden. A vádlott nem ért egyet a bűncselekmény minősítésével, így nem fogadta el a mértékes indítványt sem, ami 12 év fegyházbüntetésre tesz javaslatot. Láb- és kézbilincs, vezetőszer, így hozták a pécsi törvényszékre a kertvárosi hajléktalan megülésével vádolt fiatalt. Arcát nem mutathatjuk felismerhetően. Egy törékeny, szemüveges, középiskolásnak tűnő, gyerekképű férfi állt a bíróság elé, akit az ügyészség komoly bűncselekménnyel vádol. A Baranya vármegyei főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a 21 éves férfit. Vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését, őt a bíróság 12 év fegyházra ítélje. Ezt mondta még korábban a szóvívő helyettes. Az előkészítő ülést most kedden tartották. Nem teljes mértékben értettem meg a vádiratban írottakat a kényes kérdésség vonatkozásában, mert a nyomozás során nem került sor. Nem gyanúsították különös kegyetlenséggel a nyomozás során, ezért erre reagálni sem tudott a vallomásokban. Ez volt a kifogása az ügyészségi minősítéssel szemben. Összesen 25 nagyerejű vagy erős kalapácsütés érte az áldozat fejét, ezért a különös kegyetlenség minősítés az ügyész szerint. Az elkövető nem fogadta el a vádirat szerinti meghatározást a bűncselekményre. A nyomozás során sem ismertem az előre kiterveléseket, hogy ezt most is kutatom. Illetve amikor beszélt a most kegyetlenség, ezt meglepett, hogy az előtt említett a kopniát. Így a tárgyalás az előbb nem szeretnék elmenni. Ha elfogadta volna az ügyészség minősítését, akkor kaphatott volna 12 év fegyházbüntetést. Mivel ezt nem tette meg, ezért tárgyalás lesz az emberülési ügyben. A vádirat szerint tavaly augusztusban a hajnali órákban találkozott a későbbi áldozattal a fiatal. Az idősebb, 60-as éveiben járó férfit étel és ital kínálásával csalta fel a lakásába a pécsi kertvárosban. Itt támadt rá hátulról az asztalnál ülő hajléktalanra egy kalapáccsal, majd a földre került, a kalapáccsal a szakértők szerint 25-ször megütött férfit, egy késsel 3-szor mellkason szúrta. Az ügyészség szerint tettét előre kiterelte és különös kegyetlenséggel hajtotta végre. A vádlott a bíróságon azt mondta, a hajléktalan támadt rá, ő védekezett. Az ügy tárgyalása október 15-én tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik. A gépipari szakmákkal ismerkedtek azok a fiatalok, akik részt vesznek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborán. A felsős általános iskolások továbbtanulási döntését szeretnék megkönnyíteni, ezért mutatnak be több ágazatot, szakmacsoportot a tábor egy hete alatt. A lézergravírozást próbálják ki a fiatalok ebben a műhelyben. Egy érmére készíthetnek feliratot a gép segítségével. Ez volt az egyik érdekesség, amivel találkozhattak ebben az üzemben az általános iskolások Pécsen. Nagyon tetszik, szépen le van, föl van vezetve minden, pontosak a programok, jól érthető, amit mondanak nekünk a gyárban dolgozók, szervezet nagyon az egész. Az üzem szakoktatója azt mondja, a filmvetítéssel kezdték az ismerkedést a gépipari szakmákkal. Ezt követte a gyakorlati bemutató. Van egy ilyen promóciós filmünk, azzal kezdtük, hogy azt bemutattuk nekik a gépek működését, hogy milyen területek vannak,
és utána jöttünk le a gyártásba szembesíteni őket, hogy ezeket a gépeket néztük ugye a promóciós filmbe, és itt az életbe, a valóságban hogy működnek, és akkor egy-két kollégát megkértük, akik a robotokért és egyéb dolgokért felelnek, hogy ezeket pontosan magyarázzák el a gyerekeknek, hogy ezek hogy működnek valójában a gyártásban. A gyerekek megtudhatták azt is, hogy valójában alkotó munka folyik a gépipari csarnokokban. Ez egy egész szép alkotó munka, ugye gyakorlatilag elmondtuk nekik, hogy egy darab vasból indul, és hogyha valaki eléri azt a szintet, hogy elvégez egy főiskolát, ő már utána egy tervezőasztalhoz ül, alkatrészeket tud tervezni, programozni és legyártatni, és hát én ezt látom ebbe a szépségét, hogy egy darab vasból mit lehet gyártani, és mennyire fejlett már az ipar, hogy milyen gyorsan és egyszerűen. Ma már az ipari robotok használata a hétköznapi termelés része. A pécsi cégnél is már minden második munkaállomáson robotkarok végzik a munkát, mondja a szakember. A felső tagozatos általános iskolások ezt a világot ismerhették meg közelebbről ebben az üzemben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborának keretében. Rövid híreink következnek. Nyári szünetre készülnek a bíróságok. A pécsi törvényszéken és az illetékességi területén működő valamennyi bíróságon, a pécsi járásbíróság kivételével július 16-ától augusztus 16-áig a nyári tárgyalásmentes időszakban az ügyfélfogadás a megszokott rendben hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9 és 11, szerdán 8 és 15 óráig működik. Az ügyfélsegítő a törvényszéken pénteki napokon 9-től 13 óráig tart. A pécsi járásbíróságon a tárgyalásmentes időszak ideje alatt tetőszerkezeti munkálatokat végeznek, ezért a jelzett időszakban a pécsi járásbíróság épülete 8 és 13 óra között tart nyitva. Az ügyfélfogadás ebben az időszakban hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9 órától 11 óráig, míg szerdai napokon 8 órától 12 óráig, az ügyfélsegítő pénteki napon 9-től 12 óráig tart. Egy forgalmas főúton kapták el a rendőrök azt a párt, akik kábítószert akartak értékesíteni Baranyában. A fülest kihasználva a rendőrök június 26-án Dunaszekcső külterületén az 56-os főúton intézkedés alá vonták az autóval közlekedő párt. A ruházatuk átvizsgálása során a nőnél két zacskóban kábítószergyanús anyagot találtak. A kábítószerteszt mindkettőjükkel szemben pozitív jelzést adott. Ezt követően a párhoz köthető Mohácsi lakásban, valamint a nyaralójukban is kutatást tartottak a rendőrök, amelyek során további kábítószergyanús anyagokat találtak és foglaltak le. A rendőrök előállították az 52 éves férfit és 40 éves párját, majd a kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság június 28-án el is rendelt. A pár ellen kábítószer kereskedelem kísérlete miatt nyomoz a mohácsi rendőrkapitány. Európai egyetemi játékok kezdődnek Miskolcon és Debrecenben a jövő héten. A Pécsi Tudományi Egyetem az egyik legnagyobb létszámú magyar csapattal vesz részt a hazai rendezésű nemzetközi egyetemi versenyen. Az ünnepélyes köszöntőt kedden tartották az egyetem szenátusi tanácstermében. Idén július közepén Debrecen és Miskolc ad otthont az európai egyetemi játékoknak, ahol a Pécsi Tudományegyetem rekord létszámú 101 fős csapattal vesz részt a nemzetközi egyetemi versenyen. A PTS sportolói ünnepi köszöntőre gyűltek össze az indulás előtt. Az egyetem hallgatói eddig is sikerrel vettek részt külföldön, bár kisebb létszámmal egyetemi játékokon. A PTR rektora dr. Miseta Attila bízik abban, hogy ez a hagyomány tovább folytatódik. Most valóban a korábbiaknál nagyobb létszámú csapattal indulunk el, ezúttal belföldre, és bízunk abban, hogy a fiúk és lányok hozzák majd az eredményeket. De természetesen egy ilyen versenyen az eredmény bár fontos, azért az is nagyon fontos, hogy a csapat összetartó legyen, és hogy jól érezzék magukat. Amúgy az egyetemnek nyilván a fő feladata az oktatás és a kutatás, de ez akkor tud jól megvalósulni, és ez meggyőződésem, ha minél többen sportolnak, meg lehet nem azon a szinten, mint akik az európai játékokra mennek el, mert ők tényleg már félig-meddig profik.
A tanuláson kívül kell egy olyan fajta aktivitás is, ami a szellem mellett a testet is éppen tartja. A sport pedig erre kiváló, fogalmazott dr. Betlehem József, stratégiai és kapcsolati rektor helyettes. Jelentősége talán abban is mérhető ennek a fajta fejlődésnek, hogy mondjuk még két évvel ezelőtt, 2022-ben négy sportágban tudtuk magunkat kvalifikálni európai szintű megmérettetésre, az idei évben ez már 11 sportág lesz, és tulajdonképpen a legnépszerűbb sportágok benne vannak, a klasszikus elkezdve akár az asztali teniszen át, gyakorlatilag a futszál, mint az egyik legdinamikusabb, de ugyanúgy beszélhetnénk tulajdonképpen a tollaslabdáról és sok más további sportágról is. De azért mégiscsak egy fontos dolog az, hogy elhivatott, elkötelezett sportvezetők és edzők nélkül természetesen az eredmények valószínűleg nem lennének olyan sikeresek, mint amilyet remélünk, hogy lesznek. És bízunk abban, hogy újabb érmekkel fogjuk tudni gazdagítani a Pécsi Tudományi Egyetemnek a sportaktivitásait és életét. Azok a sportolók, akik évközben csak a magyar versenyeken mérethették meg magukat, azoknak extra kihívást jelent a nemzetközi szintérre való kilépés. Szerencse és büszkeség, hogy Magyarországon rendezik meg az Egyetemi Európai Játékok világversenyét, mondta dr. Ács Pongrácz, a PTE az ügyvezető elnöke. Hiszen ez a világverseny, hogyha megnézzük a résztvevők számát tekintve, gyakorlatilag nagyobb, mint az atlétika világbajnokság volt. Nagyon-nagyon neves sportolók vesznek részt, tehát a nívója és a színvonala jóval magasabb, mint a sportolók, ahogy az évben tudtak készülni. A másik dolog pedig az, hogy ez egy plusz megmérettetés. Én, ahogy elmondtam itt a köszöntőmben is, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok azon pécsi egyetemistákra, akik a tanulás mellett ezen a szinten tudnak sportolni, hiszen ez a kőkemény versenysport. A versenyzők napi két edzéssel készülnek a július 12-e és 24-e között zajló nemzetközi egyetemi versenyre. A szervezők a megmérettetésre több mint 5000 sportember érkezését várják. Az eredményeket a PTE hivatalos Facebook oldalán lehet majd követni. Nagy sikerrel zajlott az idei Sétatér Fesztivál Pécsen. Az egyik fellépő Dániel Figergő színész-énekes volt, aki zenekarával együtt szórakoztatta a közönséget. Saját szerzeményei csendültek fel a nyári estén. Vele beszélgettünk a fesztiválon. Meghívást kapott Dániel Figergői zenekara az idei Sétatér Fesztiválra. Nem először jár Pécsen, szereti a várost, annak hangulatát, közönségét. Ajándék számára a pécsi tartózkodás, zenekara 6 éves lesz hamarosan. Mindig is az volt a vágyam, hogy legyen egy zenekarom, legyen egy baráti köröm, egy társaságom, akikkel mi együtt toljuk ezt a szekeret, együtt utazunk a buszba, és együtt koncertezünk, és egy ilyen egy családot így létrehozni lényegében. Egyre népszerűbbek, ugyanis a határon túlra is sikerült már eljutniuk koncertezni, ahonnan szintén jó emlékekkel tértek haza. Gyergyó Szent Miklóson játszottunk például 4S Street zenekarra, az iszonyat nagy élmény volt szintén. Ezeket kell meglátni ebbe a zenédésbe, hogy utazhatunk, koncertezhetünk, és együtt lehetünk, és szerintem ez bármennyire is kicsit klisésre hangzik, de ez nekem ez nagy dolog, és örülök neki. Többféle műfajba is elkalandozik, mindenféle zene megtalálható repertoárjában. Maga írja dalait, eddig 3 albumuk jelent meg, most írja a 4. Mindent én írok, és beviszem a zenekarnak már a majdhogy nem kész dalt, és akkor közösen megfejtegetjük, elmondják a véleményüket, de én abban hiszek, hogyha ha valakinek megszületik a fejébe egy gondolat, az vigye végig, mert úgy lesz jó. Latin, roma, pop irányba hajlik a zeneisége. Ennek különleges oka van. Azokban az akkordokban, azokban a dallamvilágokban olyan életérzés van, ami engem boldoggá tesz, olyan felszabadultá. És nem is tudom, hát ez tényleg csak nem lehet ezt így megmagyarázni, mert hallgat az ember egy zenét, és vagy tetszik neki, vagy nem, és én ezeket szoktam hallgatni. Cigány zenét, népzenét is egyébként, csak megpróbálom egy kicsit ötvözni a pop világgal és a latin világgal, és akkor ebből lesz valami fajta Dániel Fi. Dániel Fi Gergő azt mondja, a színész és a zenész életet jól össze lehet egyeztetni, ehhez pedig egy jó határidőnapló kell. Most azonban a zenélés van előbbre az életében. A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában az év felfedezettje díj nyertesének. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót.
Születésnapi partit rendeznek a pécsi Vásárcsarnokban július első szombatján. A piac tér működésének második évfordulója alkalmából a délelőtt folyamán kincskeresésre, csarnoklátogatásra, arcfestésre és közös munkázásra invitálják az érdeklődőket. Ráadásul nyeremények, kóstolók, zenésre is várják majd a látogatókat. Újabb földi kémiai szúnyogírtás lesz Pécsen július 2-án kedden. Tartaléknapok július 3-a és 4-e. A gyérítés Pécs külvárosi részeit érinti, Pécs-Somogy, Pécs-Vasas, Pécs-Hirt területét. A munka elvégzéséhez csapadékmentes és szélcsendes időjárás szükséges és fontos, hogy az írtás idején a hőmérséklet ne essen 15 fok alá, mert ilyen időben nem repülnek a rovarok, és így a beavatkozás nem lenne sikeres. Amennyiben kedden az időjárás miatt nem tud megvalósulni a gyérítés, akkor a tartaléknapok valamelyikére rendelik meg a szakemberek. Pályafelújítások miatt több menetrendi módosítás is életbe lép. Július 2-ától július 3-áig és július 9-től július 10-éig napközben 7.30-tól 12.30-ig a Szigetvár-Szentlőrinc állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Nagykanizsa-Pécs vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, közölte a MÁV. Szigetvár-Szentlőrinc állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Szintén a vasúttal kapcsolatos hír, hogy a Ferencváros és Budapest-Kelenföld között végzett karbantartás miatt július 2-ától 4-éig és július 9-től 11-éig, valamint július 15-én, 16-án, továbbá augusztus 14-én és 15-én napközben 9.30-tól 16.30-ig a Budapest és Pécs, valamint a Budapest és Kaposvár közötti Intercity-k a keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek, adott tájékoztatást a vasúttársaság. A régió híreivel folytatjuk. 100 km per órás széllel, nagy esővel és helyenként jéggel búcsúzott a június a balatoniaktól. A katasztrófa védőket több mint 50 helyszínre riasztották. Letört faágak, úttestre dőlt fák és villanyoszlopok nehezítették a közlekedést Balaton összödön, Balaton szárszón pedig több ház udvarában is pusztította heves zivatar. A felmosófa még szárad az udvaron, erre a kis teraszra, sőt több helyiségbe is betört a víz Balaton szárszón. Ugyanennek a háznak az udvarában egy diófa vastag ága szakadt le a nagy szélben, kissé megrongálta a melléképület tetejét, de senkinek sem esett baja. Ennek a balatonszárszói társasháznak az udvarán is pusztította a vasárnap esti vihar. Az itt lakók maguk kezdték el megtisztítani a leszakadt faágaktól az udvar egyik felét, amíg a másik felén az áramszolgáltató munkatársai dolgoztak, szintén a vihar miatt. Az udvarban rengeteg fát letört, a túlsó oldalon még a villanyvezetékre is ráment, most intézkednek, hogy az is, de szerencsére nem okozott semmi kárt autóba vagy személybe. Az itt lakók azt mondják, este 21 óra körül érkezett meg a vihar, és viszonylag gyorsan tovább is ment. Olyan hirtelen jött, hogy szinte váratlanul, és nagy eső, hirtelen óriási felhőszakadás, erős széllel, a fák itt az oldalról teljesen szinte vízszintesre lefordultak, és körülbelül egy percig még erős jégeső is volt. Köszönöm Somogynak, helyesen nyugtázta a visszajelzést vétel. Ez már a Gábor Áron utca, itt is több fát kidöntött a szél. Bevallom, nem ébredtem föl a viharra, csak amikor reggel kijöttem, akkor láttam, hogy a kertben számos kisebb-nagyobb ágat fúj a szél. Átkukkantottam a telkünk erre a részére is, és akkor láttam, hogy itt az előbb talán fotózta, filmezte a kollégája, a szomszéd erdős részről egy fát rádöntött a kerítésre a vihar. A vihart Balatonöszöt sem úszta meg, ezt a bekötő utat eltorlaszolta egy kidőlt fa, amely magával rándott két villanyoszlopot is. Ahol az úton vagyunk, így gyakorlatilag most lehetetlen a közlekedés, le is zártuk az utat, mert kidőlt két villanyoszlop, illetve egy fa.
a vezeték pedig húzta magával a többi oszlopot, tehát most folyamatban van a hibának az elhárítása. Benne a településen kisebb károk voltak, de egy-két épületet megbontott a vihar. A katasztrófa védőket több mint 50 esethez riasztották megyeszerte, de a legtöbb tennivalójuk a déli parton adódott. A megszokottnál két héttel korábban kezdődött idén a kajszibarack betakarítása a hazai ültetvényeken. A minőséggel egyelőre nincs probléma, a mennyiséget ebben az évben is jelentősen befolyásolták a tavaszi fagyok. Már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása, ennek köszönhetően az idén minden adott ahhoz, hogy hosszú elnyúló kajszi szezonban legyen részünk. A fő gyümölcsünk az a kajszibarack, több mint 10 éve telepítettem az első 2 hektárt, azóta 2 ütemben továbbfejlesztettem az ültetvényt. Sajnos az ültetvényre most nem tudunk felmenni, mert éppen egy vihar készülődik, és úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha itt maradunk a válogató részen. Most éppen kajszibarack válogatás folyik. Méretre, minőségre, színre osztályozzuk a barackot, és így kerül tovább értékesítésre. A gazda azt is elmondta, hogy utoljára 2019-ben volt a legjobb termés. Átmérőre osztályozzuk a barackokat. Ez körülbelül egy 40 vagy 45-ös átmérőjű barack. A leszüretelt gyümölcs legnagyobb részét kisvejként veszik meg. Egy részét helyben értékesítjük, egy részét pedig a budapesti nagybani irányába értékesítjük, illetve hát körülbelül igen ennyi. Tehát ez a 3 fő értékesítési irány van. A kisvejkére beszállított barackunk, az pedig exportpiacokra kerül, Ausztriába, Németországba, Csehországba megy el a Tolna megyei barack. Az exportpiacra más fajtákat adnak el, mint a belföldi piacra. Völgységi településeken rendeztek oldtimer autókkal rallyversenyt június 29-én és 30-án. Az indulók 380 kilométert teljesítettek a Völgység és a Mecsek dombjain. A megmérettetés eltért a hagyományos versenytől, hiszen itt nem a gyorsaság számított. Oldtimer autók gurulnak a rajthoz Bonyhádon. A térségben először rendeztek regularity rallyt. Itt nem a gyorsaság a fontos, tehát A-ból B-be nem minél gyorsabban kell odaérni, hanem a speciális szakaszokon, úgymond ott mérési pontokon megadunk egy speciális átlagsebességet az itiner szerint, és azt nekik végig kell tartani, ha 10 kilométeren keresztül 25 km per órát adunk meg, akkor 25-tel kell végig menni, ha 45-t, akkor 45-tel, és itt az jön a nehézségbe, hogyha ha utolér a versenyző egy lassú járművet, egy traktort, és bekésik, a navigátornak folyamatosan kell tudnia, hogy jelen pillanatban hol van, és az itiner szerint hol kell legyen. A verseny Bonyhádról rajtolt, az állomások érintették többek között Hosszú Hetényt, Szedrest és Zombát is. Mivel itt megvan szabva a MAVASZ utasítás, vagy a versenykírás alapján évjárathoz vannak kötve a versenyautók, így lett besorolva, egyszer van 4 kategória évjárathoz, illetve akik nem tartoznak be ebbe 4 kategóriába, tehát 94-nél fiatalabb versenyautóval vesznek részt, azok kapnak egy modern kategóriába indulhattak, illetve akik 2000 fölötti évjárattal indultak, azok meg, tehát modern klub az előző elnézést, akik meg 2000 fölött, az meg modern kategóriában vesztek részt a versenyen. Audi, Mercedes, Porsche, Toyota, csak néhány márka a rallyn résztvevő autók közül. A Bonyhádi önkormányzat 500 000 forinttal támogatja a rendező egyesületet. Nagy megtiszteltetés bonyhádiaknak is az, hogy idén először, a 2016-os kezdetek óta először rendezőként veszünk részt ezen a versenyen. Ez számomra nagyon szimpatikus ez a verseny, távol áll a Forma 1-nek a benzingőzétől, itt egész más szabályok szerint versenyeznek a versenyzők, ráadásul gyönyörű autókkal, gyönyörű oldtimer autókkal. A sofőröket navigátorok is segítették. Az egyik Veresegyházáról érkezett páros C kategóriában indult, első helyezést értek el. Nagyon élvezték a versenyt. Egy ideje már járunk ilyen versenyekre, ez a Bonyhádi most az első alkalom volt, és az első alkalom volt, hogy a feleségem volt a navigátor.
úgyhogy ez egy új próbálkozás volt nálunk is. A szervezők úgy vélik, a verseny jól sikerült, az esetleges hibákat a jövő évi második Völcsék Historic Rallyra szeretnék kijavítani. Szalai Imre megköszönte a támogatók segítségét is. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Vitatott minősítés, jön a tárgyalás. Sikertelen előkészítő ülés a kertvárosi gyilkosság ügyében. Gépipar és szakmák, pályaválasztási segítség a nyári szünetben a fiataloknak. Kezdődnek az egyetemi európai játékok. Rekordlétszámú PTS csapat. Latin, roma, pop dallamok. Dániel Figergő a Sétatér Fesztiválon. Szerdán napos gomoly felhős idő ígérkezik, élénk néhol erős lesz az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!